Köszöntöm mindazon kedves nézőinket, akik most kapcsolódnak. Adásunkban önök a Terézvárosi magazint látják. Ebben a részben terézvárosi lakosokat szoktunk bemutatni, most Árendás László természetgyógyász a vendégem, akit ismerhetnek a nézők, hiszen az Egészségtér című műsorban hetente találkozhatnak vele. Szeretettel köszöntelek itt a stúdiónkban. Én is köszöntelek, és a nézőket is nagy szeretettel. Nem volt véletlen, hogy Laci a mostani adásunknak a vendége, hiszen elkötelezett egészségüggyel foglalkozó, természettel, gyógyítással foglalkozó emberként úgy gondoltam, tudunk tanácsokat adni Húsvét hétfő estéjén is a kedves nézőknek, és a hét többi és az év többi napjára is. A gondolatom az úgy állt össze, hogy mindjárt szóhoz hagylak jutni, hogy ugye böjtölünk, aztán utána túl vagyunk az ünnepeken, nagyokat eszünk. Igen. Húsvét hétfőre, estére kellőképpen fölöntenek az emberek a garatra, jól megtöltötték a gyomrukat, és a végén ugye kezdődik másnap, hogy vagy rosszul vagyunk, vagy újra elkezdhetjük a fogyókúrát, vagy hogyan folytassuk. Ez volt az alapgondolat, amiatt meghívtam én ide Árendás Lászlót. Egyébként most már szóhoz hagyom jutni, de megismerhetik őt úgyis, mint terézvárosi lakost. De kezdjük a hivatalos résszel. Jó. A hivatalos rész az az, hogy mindig is érdekelt az egészség ügy, meg az egészségesség és az anatómia, élettan, korillettan, így aztán az orvosira jártam. Utána viszont tényleg lusta voltam, tehát... Mennyit jártál az orvosira? Négy évet jártam az orvosira. És négy év után képes voltam? Igen. Botrány. Botrány, de nem bántam meg azóta sem. Utána az egészségügyi főiskolát végeztem el. De hát azt már így kiráztad akkor a kezedből. Hát azért ott is kellett tanulni. Hát mert, tudom, de hát négy év orvosi után az egészségügyi főiskola, már minden alap megvolt hozzá. Az alapok megvoltak, de azért volt egy csomó olyan dolog a járványtanon belül és minden egyében belül, amit bizony keményen meg kellett tanulni, nem beszélve arról, hogy mindenféle ilyen vektorok által okozott betegséget, mikor tanulja az ember, önmagán érzi. Hát ez valami tragédia, amikor olvasol mondjuk a szúnyogoknak a kártevéséről, és úgy érzed, hogy az összes bőrfelületed begyulladt, vakarod, és minden bajodban, ugyanis közegés járványügyi ellenőr lettem. No, ezt követően nem mentem messze az egészségügytől. Volt 10 éven keresztül egy olyan KFT, aki légtisztítókkal foglalkozott, egy olyan bőrvédő krémmel, habbal, ami mint egy folyékony kesztyű föl lehetett kenni, és semmiféle savas, lugos anyag nem károsította a bőrt. Valamint ez alatt a 10 év alatt rengeteg homeopátiás készítményt notifikáltattam, illetve azt akkor regisztrációnak hívták, és így a monokészítményekből egy hatalmas paletta áll ma már rendelkezésre, és volt egy magánkézben lévő homeopátiás gyógyszer nagykereskedelmi cégem. No, ezt 2000-re a nagyhalak így megették, és egyik napról a másikra váltanom kellett. Még az volt a szerencse, hogy 1999-ben, októberben arra ébredtem, hogy nekem bioenergetikusnak kell lennem. De komolyan ezt álmodtam, fölébredtem, és egy órán belül a mesteremnél voltam, néhai dr. Kapuvári Andrásnál, aki rám nézett, és azt mondta, ülj le és tanulj. Hát ez volt októberben, márciusban levizsgáztam életmód tanácsadó és terapeutaként, meg bioenergetikusként, és én azóta, ahogy megszűnt a homeopátiás gyógyszer nagyker, rá egy 3-4 napra elindultak a telefonok, és én azóta folyamatosan természetgyógyászként dolgozom. Azt gondolom, hogy azért maradtál meg ennél a résznél, mert ebben érzed magad a legjobban. Illetve ebben tudsz legjobban kiteljesedni. Hát nézd, alapjában véve valóban ez az a fő tevékenység, amivel foglalkozom. De emellett írok könyveket, emellett tanítok, emellett vizsgáztatok. Itt hál' Istennek nálatok van ez a lehetőség, hogy az Egészségtér című műsorban is találkozhatom a nézőkkel. Úgyhogy a fő tevékenység a természetgyógyászat,
És alapvetően az a kérdéskör, hogy hogy segíthetünk másoknak, hogy ne a tünetet kezeljük, aha, hanem az okot találjuk meg, és azt próbáljuk felszabadítani. Gondolom, hogy a pályád során nagyon sok olyan dologgal találkoztál, amelyek fölkeltették az érdeklődésedet, nagyon sok érdekességgel találkoztál, nagyon sok útját, pláne ahogy vezeted a műsort, azért jönnek nagyon-nagyon sokan be, meg hát egyébként is találkozol szerteágazó gyógyászati eljárások tömkeregével és homeopátiás készítményekkel. Hol tudod meghúzni a határvonalat, hogy mi az igazi, mi a jó? Mi az, ami nem árt? Hát alapvetően a nil nocere, az a nem ártani elv, ez a természetgyógyászoknál az alap. Na most ezt oktatjuk, hogy meddig van a határ, mi az, amihez tényleg nem nyúlhat, hanem tudni kell, hogy melyik az a pont, ahol azonnal orvoshoz kell küldeni. Mondok erre egy példát, egy úr megjelent nálam 68 évesen, és azt mondta, hogy ő azért jött hozzám, hogy bioenergetikával rendezzük a hipertóniáját. Megmértem a vérnyomását, 210/140 volt. Na most ilyet nem lehet, tehát fölvállal, ez kifejezetten igen, kardiológus feladat, és úgy hidd el, hogy 30 percen keresztül veszekedni kellett szinte vele, nagyon finoman kellett elmondani, hogy de ez nem az, amihez mi foglalkozhatunk, és el kellett küldenem, aha, kardiológushoz. Jól lehet, azt nem tudom számon kérni, hogy elment-e, vagy egy másik kollégához ment. Vagy egy másik példa, ha valakinek appendicitisze van, tehát ez a magyarul tévesen vakbélgyulladásnak nevezett, közben a féregnyúlvány az, ami be van gyulladva, nem lehet hozzányúlni. Tehát azt is orvoshoz kell küldeni. Itt azért egy icipici gond mindig szokott lenni, mert ha az orvos megkérdezi, hát és ki mondta, hogy jöjjön. Ja, természetgyógyász, na jó, hát akkor tessék hazamenni és jegelni. Tehát nem veszik komolyan, és nem egy esetben fogtam magam, és elmentem a klienssel együtt az orvoshoz, mert nem az a lényeg, hogy ki küldte, hanem az gond van. És muszáj van akkor máshova menni. Én megyek szívesen a kliensekkel. Terézvárosban élsz, most már azt hiszem, hogy 5 esztendeje. Így igaz. Miért ezt a kerületet választottad? Vagy hogy esett erre a választás? Ez több szempont volt, ami miatt ide költöztem. Az egyik az az, hogy jól megközelíthető legyen a klientúra számára. Másodszorban nagyon sok Magyarországról, szinte mindenhonnan jönnek hallgatók az oktatásaimra, nekik is könnyen meg kell találni. Harmadik szempont, hogy nagyon komfortunista vagyok, és szeretem, hogyha minden egy helyen megtalálható, és olyan helyen lakom, ahol egy helyben ott van a legkiválóbb zöldséges, ott van a legjobb étterem szerintem Budapesten, ott van a legjobban felszerelt, közértekkel ellátott terület, úgyhogy csak kimegyek az utcára, és 10 perc múlva már hazamegyek, azzal, amit szerettem volna vásárolni. És akkor, hogyha mondjuk idézőjelben köpünk egyet jobbra, akkor ott van az Operaház, köpünk egyet balra, ott van a Liszt Ferenc Zeneakadémia, szemben a Liszt Ferenc. Tehát és ha a művészeknek nagyon, igen, akarok virágot vinni, akkor igen, ott van a virágosom. Ó, jaj, akkor tényleg tökéletesen el vagy látva, tehát akkor jól érzed magad. Nagyon, nagyon. Húsvét, és akkor most áttérünk ugye a másik fő témánkra, a fő csapás irányra. Azt szokták mondani, hogy azok az orvosok papolnak legjobban, például, hogy ne dohányozzon valaki, akik úgy cikkiznek, mint a gyárkémény. Gonosz leszek, itt húsvét hétfőn már megengedhetem magamnak. Igen. Nálad is van egy kis pocak, egy kis túlsúly. Ha beérkezik hozzád a paciens, akkor mit szoktál te erre mondani? Mert ugye azt szokták mondani, hogy álljon le a dohányzásról, kezdjen el fogyókúrázni. Igen. Én is szoktam ilyeneket mondani, de nem erőszakosan. Magam is dohányzom, mert a spiritualitáshoz kell a füst. Ezt te is tudod. Ezt ebben a megközelítésben még nem hallottam.
A másik, hogy aki a súlyomra céloz, azoknak azt szoktam mondani, hogy abszolút nem vagyok kövér, csak súlyomhoz képest alacsony. Úgyhogy ettől kezdve nem tudom, miről beszélsz, én jól érzem magam. Jól érzed magad a bőrödben. Szoktál-e, mint természetgyógyász, igen, valamilyen tisztító kúrát tartani, bőtöt tartani? Most tegyük föl, itt volt a bőjt időszak. Igen. Mindenkinek javaslom egyébként, hogy évente egy vagy két alkalommal, függetlenül az ilyen ünnepi bőjtöktől, mint a húsvét előtti nagy bőjt, meg karácsony előtt is szoktak nagyon sok területen bőjtölni, hogy ezen kívül is nyugodtan méregtelenítsék a szervezetet, bár ez a szó, hogy méregtelenítés, én ezzel abszolút nem értek egyet. Mit jelent, ami miatt nem értesz egyet vele, és mi az, amit kifejezni akarnak ezzel a méregtelenítéssel? Ez valahogy annyira fölkapott dologgá vált, hogy méregtelenítjük a szervezetet. A szervezet önmagát méregteleníti, hiszen a levegővel, tápanyaggal, gyógyszerekkel, és ki tudja még milyen élelmiszerekkel, rengeteg olyan anyagot viszünk be, ami a szervezet számára valóban méreganyagnak számít. De ott van a májunk, a legnagyobb mirigyes szervünk. Ő folyamatosan azon dolgozik, hogy ami bejutott méreganyag, ezt minél erőteljesebben tisztítsa meg, és juttassa ki a szervezetből. Na most, hogyha ez egy alapfunkció, akkor ne arról beszéljünk, hogy méregtelenítünk, hanem megpróbálunk kevesebb olyan anyagot bevinni a szervezetbe, ami méreganyagokat tartalmaz. Azzal már rá tudunk segíteni a szervezetnek, illetve a májnak, hogy nem terheljük annyira. Erre egy nagyon rövid példa. Az allopátiás gyógyszerekkel, ugye, ami a tablettákat jelenti, szintetikus úton vannak nagy mennyiségben előállítva. Ha ez bejut a szervezetbe, a májunk 90%-át ennek kiszűri. Tehát 10% az a hatóanyag, ami valóban a kliensnek a gondjára, bajára hatva a véráramon keresztül eljut. Na most, ha már kevesebb méreganyag jut be, akkor a májnak sokkal könnyebb a munkája. Amit én mindenkinek javallanék, és jó magam is ezt kedvelem, mert ez a szívem csücske, ez a makrobiotikus táplálkozáson belül van egy kiváló recept, nagyon egyszerű, ez a nyákos barna rizs. Azért nyákos, mert ötször annyi vízben kell nagyon lassú tűzön főzni, és ilyen plakátragasztó állagúvá válik. Most a makrobiotikán belül, amit George Osawa és Michio Kushi írtak le, a barna rizs pont középen található. Tehát a yin és a yang ételeknek a közepén. Ha középen van, és ezt eszünk 10 napon keresztül sok folyadékkal, akkor a yin jellegű, illetve a yang jellegű egészségi problémák ugyanúgy középre beállnak, és megszűnnek a szervezetet terhelni. Azért kell sok folyadékot inni, mert az az igazi méregtelenítés, ha a vesével és a széklettel ezek a méreganyagok ki is jutnak a szervezetből. Tehát én ezt szoktam ajánlani, és magam is ezt teszem. Egyébként, hogy mennyire fontos a megfelelő mennyiségű folyadékbevitel, azt mi sem bizonyítja jobban, hogy nagyon sokan, akik fogyókúráznak, és nem isznak mellette, nem értik, hogy miért nem indul be a fogyás, holott ugye ők mindent megtesznek azért, hiszen koplalnak, csak éppen a folyadék nincs, ami kitisztítsa a szervezetüket. Nem csak a folyadék. A másik nagyon fontos, hogy olyan rost anyagot, ami végighalad, mondjuk a tápcsatornán, a szájüregtől egészen az emésztőrendszeren, egészen a végbélig, mindenképp ajánlott bevinni. De ők nem visznek be se rostanyagot, sem folyadékot. Aha. És ez az igazi gond. A rostanyagnak az a szerepe, hogy
mint egy kémény seprő a bélbolyhokat és a vastagbélnek ezeket a hatalmas félkör alakú íveit is letakarítsák. Tehát ezt csinálja akkor a barna rizsnyák? A barna rizsnyák összeszedi, mert hogy ő mint egy szívó hatást gyakorol a bélben. Az annyit jelent, hogy ami Cosmo lerakódott a bélbolyhoknál, a barna rizsnyák az összeszívja és kiviszi, elviszi tovább. Nagyon fontos, hogy a szervezetünk rettentően odaügyel a folyadék mennyiségre, tehát a vastagbélnél ugyanígy takarít a rizsnyák, de amit csak tud a vastagbél, onnan még vizet, mindent visszaszív, és marad a bélsár. Nem kell csodálkozni, hogyha valaki tényleg egy ilyen bőjt kúrát tart, és betartja a rizsnyákot, meg a sok folyadékot, akkor megnövekszik a széklet mennyisége. Pótoltuk ugye a szükséges vizet, pótoltuk magával a rizssel azt a mennyiségű szénhidrát jellegű dolgot, ami szükséges, fehérjét is vittünk be, nem fog hiányt szervezni a szervezet. Ezekkel a bőtökkel, amiket hallok manapság, mindig az a baj, hogy valamiféle hiánytünetet teremt a szervezetben. Ezek a lébőjt kúra, meg ilyen kúra. Nem csak az. Hát minden, ha belegondolsz, van, hogy nem szabad enni csak krumplit. Na, az aztán telítömi a vékony beled, de rettentően. Nem szabad semmit enni, csak húst. Akkor meg hiányozni fog a szénhidrát, hiányozni fog a minden. Tehát mindig oda kell figyelni, hogy megfelelő mennyiségben kerüljön be minden, csökkentett formában és sok folyadékkal, hogy ki lehessen vinni. És ugye említettem a cellulóz mennyisége, ami nem oldódik föl a bélben, ez végighalad. Nagy, magas cellulóz tartalmú zöldségekkel ezt pótolni lehet, és ha ez végigmegy a tápcsatornán, összegyűjti a szennyeződést, összegyűjti a zsírokat, ez kimegy a széklettel, a víz pedig távozni fog a vizelettel. Melyek ezek a cellulóz tartalmú zöldségek? Hát itt az összes ilyen tavaszi jellegűt lehet sorolni. Saláta, nyugodtan lehet hozzátenni paradicsomot, paprikát, paradicsom, paprika, retek is nagyon jó, cékla répa is nagyon jó, répa, még a fehér répát is nyugodtan. Ami nagyon lényeges, hogy a paradicsomnál és a paprikánál a héja az cellulóz. Ezt abszolút nem bontja a szervezetünk, tehát a makrobiotika azért ezt nem nagyon támogatja. Ott van 4 P betűs, a paradicsom, a paprika, a padlizsán és a potétó, azaz a krumpli. Ez a 4 ezt tiltott. De a paradicsomnak és a paprikának a héját, ha levesszük, akkor nyugodtan meg lehet enni. A paradicsom nagyon jó a szívre. Hát, hogyha paprikáról beszélünk, ugye az le van a héja húzva, hát az marinálva valami olyan csodálatos ízanyag. Igen. De azt is nyugodtan meg lehet enni, mert végighalad a tápcsatornán, és segíti az emésztést. Készíltél te egy recepttel? Igen. Ami egészen érdekes és izgalmas számomra. Azért hoztam ezt a receptet, mert nagyon sokan, és sajnos manapság egyre többen vannak, akik bizonyos dolgokra allergizálnak. Ilyen allergizáló egyébként a tej is. És nem vagyok teljesen meggyőződve arról, hogy az a tej, amit mi megvásárolunk, az egy eredeti tej-e. Lehet, hogy a benne lévő vívő anyagokra allergizálnak, ezt nem tudjuk, viszont aki tejfehérjére allergiás, azok így tavasztáján ugyanúgy szeretnek jó kis körözöttet enni, vagy túróból készült kiegészítőket. Nekik hoztam egy receptet, mégpedig úgy, hogy tojás fehérjéből lehet elkészíteni túrót, amit totunak hívunk, és kiváló. Megtévesztésük. Tojás fehérjéből. Túró. Érdekes. Igen. Úgy kell elkészíteni, hogy veszünk 5 darab tojást. Ennek a fehérjéjét külön tálba
szedjük. A sárgáját bármire föl lehet használni, tehát nyugodtan lehet megkenni a süteményeket, amit így tavasztájt rengeteget készítenek a családok, de a fehérjét azt verjük föl habbá, és össze kell keverni egy csapott kávéskanálnyi sóval. Jó magam a parajdi sót szoktam ajánlani, de bármilyen nagyon tiszta só megfelel. Ehhez 5 evőkanálnyi citromlevet kell hozzátenni, csak a levet. Amikor ez is megvan, akkor ezt jól összekeverjük, és 2 liter forró vízbe úgy öntjük be, hogy még mielőtt beleöntenénk, fölolvasztunk 10 dekányi kókusz zsírt vagy kókusz olajat. Na, ezzel összekeverjük ezt a tojásfehérje, só, citromot, és amikor forra víz, óvatosan szépen beleüntjük, folyamatosan keverjük egészen addig, amíg túró állagú nem lesz. Magam sem akartam elhinni, de valóban ilyen állaga lesz. Ez körülbelül egy olyan 8-10 perc keverést követően kialakul. Egy szűrőbe öntjük, lecsöpög, és olyan fantasztikus körözött alappá válik, hogy bármilyen megtévesztő hadműveletet végre lehet hajtani, és nem allergizál. Lehet, hogy ki fogjuk majd írni a honlapunkra a receptet, hogy megtalálják a kedves nézők. Érdekes, ki fogom próbálni. Most húsvét után az emberek, hogyha nagyon-nagyon sokat esznek, isznak. Mit tanácsolsz nekik a másnaposságra? Vagy arra, hogy hogyan pihentessék, könnyítsenek a másnapokon, a zabálások után, a nagy zabálások után? Hát a másnapossággal kapcsolatban a legjobb tanácsom az, hogy ne jussanak el odáig, hogy másnap legyen. De ha már... De hát amikor elmennek locsolni a fiúk a faluba, akkor ott azt gondolom, igen, hogy sűrűn előfordul. Ebben teljesen egyetértünk. Ami nagyon jó tanács ilyenkor, hogy mielőtt elindulnak otthonról, hűtsenek be egy üveg sört. Amikor eljön a másnap, nagyon-nagyon kellemetlen, de ezt a jó hideg sört öntsék úgy pohárba, hogy sok-sok hab legyen, és ezt igyák meg. Miért jó ez? A vérben az alkohol szint, amikor elkezdenek inni, beszélgetni, és minden észre sem veszik, de az alkohol szint elkezd fölfele kúszni. A másnaposságnak az az oka, hogy hirtelen lecsökken az alkohol szint, mert a vese dolgozik, a máj dolgozik, ez ki akarja tisztítani, hát nem oda való. Hirtelen lecsökken, és hogyha mi ezzel a sörrel, ami a gyomornak a beltartalmát is a keseranyagával egy kicsit stabilizálja, egy kicsit jobbá teszi, de a benne lévő minimális alkoholmennyiség a vérbe jut körülbelül 2 percen belül, és így elkezdi emelni a véralkohol szintet. Ezáltal megszűnik a fejfájás, a szédülés, és megszűnik az a rosszul lét, ami általában jellemző a másnaposságra. Egészen más a helyzet, hogyha túlesszük magunkat. Ha valaki túleszi magát, arra többféle módszer van. Az egyik, az ami tényleg a teljes bérrendszert képes feszültségmentessé tenni, és ezt most nagyon szépen mondtam, ez az édes kömény tea. Ezt összegyűjti a gázokat a teljes béltraktuson, illetve van az articsóka. Az articsókából, amit javallani szoktam, ez az 5:1 arányban lévő drog extraktum arányt jelenti, articsóka tabletta, ami kiváló. Tehát ha bármikor úgy érezzük, hogy most túlettük magunkat, főleg ilyen vendégváros időszakban, akkor 2 ilyen tablettát, hogyha bevesznek. Articsóka tabletta, így articsóka. Így igen, 2 tabletta teljesen fel tudja oldani a feszültséget, és pluszban segít az epe kiválasztásában, ezáltal a bélben lévő bélsár is
kiegyensúlyozottabbá válik. Nagyon szépen köszönöm a jó tanácsokat. Kedves nézőink, terézvárosi lakosokat bemutató sorozatunkban kihasználtam a lehetőséget, hogy Árendás Lászlótól olyan információkat szerezzek meg magam és az önök számára, amik segíthetnek az egészségünk megtartásába, segíthetnek az ünnepek utáni regenerálódásba. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk, és további nagyon jó ünneplést kívánok, illetve nagyon kellemes, dolgos hétköznapokat. Köszönöm szépen, és viszont kívánok.